Ez a Hírös Hírek kedden este, jó estét kívánok! A híradó elején mutatjuk a kiemelt témákat egy-egy mondatban. Színezőket, társasjátékokat, csokoládét adományozott a polgármester. Együttműködési megállapodást kötöttek a kecskeméti iskolák. Bemutatták Pásztor Andrea a Platánfa álma című mesekönyvét. Együttműködési megállapodást kötöttek a kecskeméti iskolák. A cél a kosárlabda további népszerűsítése a fiatalok körében, valamint a tehetséggondozás további fejlesztése. 5 oldalú megállapodást írtak alá ma délután a kosárlabda népszerűsítése, valamint sikeres működése kapcsán. A Neumann János Egyetem, a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola, a Kecskeméti Tankerületi Központ, a Kecskeméti Bólyai János Gimnázium és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Képviselői írták alá a dokumentumot. A legfontosabb célja, hogy a kosárlabda sportág és a sportolás, illetve a tanulás között ne kelljen dönteniük a fiataloknak, hanem ennek összehangolásban segítsük az életüket, egészen felmenő rendszerben, mind a sportolásban, ahogy az akadémia az utánpótlás nevelés teljesen a legkisebbektől a felnőtt korig vezeti, úgy a tanulmányi intézmények is segítsék az ő tanulmányaikat, és ebbe a felgyorsult rohanó világba segítsünk a szülőknek, a szakembereknek és a sportolóknak abba, hogy ne kelljen dönteni a civil, illetve a sportkarrier között. Fintazita kancellár elmondta, határozott céljuk, hogy minél több gyermeknek és fiatalnak adják át a sport szeretetét. Kiemelte, fontos, hogy már egészen kicsi korban megszerettessék a gyermekekkel a mozgást, hiszen akkor nagy eséllyel felnőtt korukra természetessé válik az aktív élet. Erre pedig már megtalálták a legjobb módszert. Megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy milyen sport szakmai OK és képzéseket tudunk majd a jövőben elindítani, melyek azok az igények, amelyek ezt indukálják. Illetve azt is vállaltuk, hogy szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy a jövőben minden évben az induló első osztályok között a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában mindig legyen egy sporttagozatos első osztály. Ebben megteremteni felmenő rendszerben a sporttagozatnak a teljes palettáját. Ezen összefogásnak köszönhetően a beiskolázás idején a tehetséges tanulók kiválasztásában a Junior Sport Kft. Sportszakmai segítséget ad a jelentkezők felmérésének megszervezésében. A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és a Bólyai János Gimnázium pedig arra törekszik, hogy az így kiválasztott tanulók egy közösségbe kerüljenek. Úgy gondoljuk, hogy a Bólyai Gimnázium megfelelő lehetőség a tanulók számára a továbbtanulásra, egyfajta folytatása ugye az általános iskolában elkezdett sportpályafutásuknak, és az egyetem ezt kiegészíti az egyetemi évekkel, ami garantálja, hogy a fiatal kosaras tehetségek talán itt maradnak Kecskeméten, egyetemista korukban és utána is. Ezen felül lehetővé teszik, hogy a diákok a mindennapos testnevelés órán a helyi tantervi előírásoknak megfelelően, illetve a Junior Sporttársaság edzésein és sportrendezvényein kiemelten foglalkozhassanak a kosárlabdával. A duális képzés előnyeiről és nehézségeiről konzultáltak külföldi egyetemek és cégek képviselői a Neumann János Egyetem által kedden szervezett nemzetközi konferencián. Gály József köszöntötte a város nevében a német, szlovák, szerb, bolgár, horvát és szlovén szakmai vendégeket a Nemzetközi Konferencia a Duális Felsőoktatásról elnevezésű előadás sorozaton. Az alpolgármester a kecskeméti tapasztalatokról is mesélt. Dr. Ajler Piroska, a szervező, Neumann János Egyetem rektora hangsúlyozta, egy hosszú folyamat eredményeiről számolhatnak be ma már a duális képzési rend érdeklődőknek. 6,5 éve gyűjtögetjük immáron az eredményeket is, hiszen több hallgató végzett azóta, és látunk már most a beválásról adatokat, információkat, több mint 80 vállalati partnerünk van, úgyhogy tőlük szedjük össze az ő véleményeiket. A német modell helyett saját magyar modellt alakítottak ki a Kecskeméti Egyetemen, mindez a vállalkozások szempontjából is fontos. Nem könnyű vállalkozás a duális képzésbe belefogni, és nem elsősorban a felsőoktatási intézmény részéről, hanem sokkal inkább a vállalati partnerek vállalnak valami nagyon különlegeset. A hallgató a vállalatoknál tanul és tapasztal. Ez azonban a cégek részéről komoly energiákat igényel, így szükség van a tapasztalatok átadására.
ugyanakkor komoly előnyt is jelent, hiszen a gazdasági társaságok saját leendő munkavállalóikat nevelhetik ki. Nem csak a magyar tapasztalatokról esett szó a mai napon, több környező ország résztvevői is beszámoltak a helyi tapasztalataikról. Igaz, a legtöbb helyen még csak pár éve létezik a duális képzés, így a Neumann János Egyetem eredményei kiemelt helyet kaptak a konferencián. Bemutatták Pásztor Andrea a Platánfa álma című meseregényét kedden a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban. A Kecskeméti Televízió gondozásában megjelent mesekönyv egy kislány és egy platánfa különleges barátságát mutatja be a fa szemszögéből. A büszkeségtől-e vagy a szellőtől, de mintha hirtelen duplájára nőtt volna a lombkoronám. Pásztor Andrea egy részletet olvasott fel a Platánfa álma című meseregényéből. A történet egy platánfa és egy kislány különleges barátságát mutatja be a fa szemszögéből. A híros.hu felelős szerkesztőjének első mesekönyvét kedden délután mutatták be a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár gyermekvilág részlegén. Platánfákhoz mindig is szoros kapcsolat fűzött. Kunfejetlen, ahol felnőttem, a ház előtt áll, azt hiszem, hogy 4 platánfa. De igazából én minden fát szerettem világéletemben. Az eseményen Kriskó János televíziós szerkesztő beszélgetett a szerzővel, Bán Jánossal, a könyvet kiadó Kecskeméti Televízió ügyvezető főszerkesztőjével, valamint a mesevilágot gyönyörű illusztrációival megelevenítő grafikus művésszel, Nagy Bán Kittivel. Igazából az egész könyvet megtervezhettem, hogy hova kerüljenek a grafikák, tehát készítettünk egy könyvtervet, vagy készítettem előre, és akkor az alapján tudtunk dolgozni. Andival folyamatosan kommunikáltunk, tehát látta ő is, hogy hogyan halad a folyamat, de szabad kezet adott teljesen ő is, meg a kiadó is. Bán János ügyvezető főszerkesztő elmondta, örül, hogy a Kecskeméti Televízió adhatta ki a mesekönyvet. Úgy véli, fő tevékenységük mellett a szerkesztőség tagjai közül többen mutatnak tehetséget más területeken is. László Zsolt büszke felesége sikerére, mint mondta, egy régi álom valósult meg a könyv megjelenésével. Tükrözi Andinak a lelki világát, a gondolati világát, az egész történet, és amit az anyaságról, a gyerekekről, a természetről gondol. A lányok is nagyon örülnek a könyvnek. A bemutatóra közös produkcióval is készültek. Őt nevezték Jézuskának, édesanyját Máriának. Megkérdeztük őket, mi tetszik nekik a legjobban a mesekönyvben. Nagyon tetszett, mert szép a története, meg olyan jó történeteket ír. Azért nagyon jó, mert a Kitty is rajzol bele, meg tényleg örülünk neki, hogy az anyukán csinálta. A könyv nagyobb óvodás és iskolás gyermekeknek íródott, de egy felnőtt számára is izgalmas, élvezhető a Platánfa álma című mesekönyv. Nem csalás, nem ámítás, Kecskeméten járt az igazi Mikulás. Tömött sorokban várakoztak az emberek, hogy néhány másodperc erejéig találkozhassanak Jólupukkival. Természetesen főként a gyermekek voltak izgatottak, de fiatal felnőttek, sőt idő az idősebb korosztály is árgus szemekkel figyelték a színpadot. Számos ismert ünnepi dalt énekeltek annak érdekében, hogy minél hamarabb megtörténjen a nagy találkozás. Felcsendült a kiskarácsony, nagykarácsony és a hullapelyhes is. A gyerkőcöknek arra is lehetőségük volt, hogy 10-es csoportokban felmenjenek a télapóhoz és közös fényképet készítsenek vele. Sőt, a KTE Piroska Szörp kézilabdásai is testközelből figyelhették meg a Mikulást. A nagyszakálú néhány ajándékkal is kedveskedett a gyermekeknek. Jólupukki Finnországból, a messzi Lapföldről érkezett a kicsikhez. Tegnap a fővárosi állatkertbe is látogatott, és ott találkozott egy kis elefánttal, és viccesen megjegyezte, elgondolkodott rajta, hogy idén az ő hátán indul útnak. Később azonban kiderült, Rudolféknak nincs okuk az aggodalomra. Az igazi Mikulás ugyanis örömmel mesélte, hogy rénszarvasai már készen állnak a nagy utazásra, és ő is rengeteg ajándékkal készül. A város szecessziós épületeiről készült színezőkkel, társasjátékokkal és csokoládéval járult hozzá Kecskemét polgármestere, a Kecskeméti Média Centrum és a Városi Szociális Közalapítvány közös karácsonyi játékgyűjtő akciójához. Szemereiné Pataki Klaudia kedden délután hozta el szerkesztőségünkbe a rászoruló gyermekeknek szánt ajándékokat.
Bán János, a Kecskeméti Média Centrum ügyvezető főszerkesztője, és Pásztor Andrea, a híres.hu felelős szerkesztője vették át Szemerei Népataki Klaudia polgármester ajándékait kedden délután szerkesztőségünkben. A polgármester már nem először járul hozzá a Média Centrum és a Városi Szociális Közalapítvány közös karácsonyi játékgyűjtő akciójához. Minden területen, ahol tudunk, megpróbálok én is azért odafigyelni kollégáimmal, társammal, munkatársaimmal együtt, úgyhogy örülök neki, hogy munkatársaim gyanánt a Kecskeméti Televízió is belefogott a Kecskeméti Lapokkal együtt egy ilyen akcióba. Sikeres az akció, mindenhol mindig szükség van minden támogató segítségre. A polgármester ezúttal is olyan ajándékokat hozott a gyermekek számára, amelyek a városhoz kötődnek. A várost szimbolizálja az ajándék, amit hoztam, hiszen a városnak a szecesszió színezőkönyve, azok a társas játékok, amelyeket egy városi kolléga logikája alapján készítettünk el, és hát azért minden gyerek szereti az édességet, úgyhogy az édességet sem hagytuk ki belőle, az pedig a Szemerei Csoki gyárból érkezett. Az adományokat idén is a Kecskeméti Televízió szerkesztőségébe, a Szabadság tér 2-es szám alá várjuk. Elsősorban új vagy nagyon jó állapotban lévő használt játékokat és mesekönyveket. Az összegyűlt ajándékokat december 18-án adjuk át a gyerekeknek a Városi Szociális Közalapítvány hagyományos karácsonyi ünnepségén. Elindult vasárnap Kalocsán is az 1 millió csillaga rászorulókért országos szolidaritási kampány. A katolikus Caritas célja, hogy advent közelettével ráirányítsák a figyelmet a nélkülözőkre, és segítsék őket karácsonyi csomagokkal és sok-sok szeretettel. Itt járt a hajléktalan Krisztusnak a szobra, ami szintén egy fölhívó jel volt a mai világ szociális problémáira, és a mindenkor lévő szegényekre. Dr. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek beszédében kiemelte, hogy az egyházak az advent közelettével még nagyobb hangsúlyt fektetnek a rászorulók megsegítésére. Ezért is jött létre a katolikus Caritas 1 millió csillaga szegényekért elnevezésű programja. Ez egy szolidaritás, egy együttérzési akció, hogy vannak olyan rossz helyzetben élő emberek a világon, akiknek az ünnep, ami most közeleg hoznánk, nagyon nehéz és nagyon nehéz, tudnak ugye ételt vagy bármit tenni az asztalra. Az 1988-ban Franciaországból elindult akcióhoz hazánk 10 éve csatlakozott. Az országos akció során mind a 18 egyházmegyében vannak programok, amelyek a szegény sorsú embereket segítik. Fel akarjuk hívni az emberek figyelmét, és azt, hogy legyen meg bennünk az önzetlen szeretet, hiszen az a legfontosabb az emberi tulajdonságok között, hogy tudunk úgy is jót cselekedni, hogy nem várunk vissza érte semmit. Hova tesszük le? Ki van rajzolva egy szívecske? A kalocsai megnyitó végén a vendégek egy mécsesekből álló szívet formáztak, ezzel is kifejezve azt az üzenetet, hogy advent idején is a szeretetnek kell betöltenie az emberek lelkét. A civilek szerepét dicsérte a szociális ellátásban Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Lévai Jánosné önkormányzati képviselő a Karol Vojtila Barátság Központban kedden délben. Mint az a látogatás során is elhangzott, a városi elöljárók azért érkeztek a központba, hogy ezzel a gesztussal is hangsúlyozzák a szociális érzékenység fontosságát. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester elmondta, fantasztikus emberek dolgoznak az állami szociális szférában, akiknek elismerést érdemel a munkája, de a civil és egyházi szervezetek hatékonyan képesek mindezt kiegészíteni, hiszen a több száz éves tapasztalat és az önkéntesség olyan elemek a munkájukban, amelyet az állami szektor nehezen vagy egyáltalán nem tudna nélkülözni. Hozzátette, a szegények támogatásának két pillére van, a szociális ellátás és támogatás az egyik pillér, a másik azonban az, hogy aki képes rá, munkát találjon. Ez Kecskeméten, köszönhetően a kiváló gazdasági környezetnek ma adott. Lévai Jánosné önkormányzati képviselő hangsúlyozta, nem véletlen, hogy az önkormányzat anyagilag is támogatja a Karol Vojtila Barátság Központot, hiszen munkájuk eredménye kézzel fogható. A keddi beszélgetést a már megszokott meleg ebédosztás zárta, amelyben az alpolgármester és a képviselő asszony közösen segítkeztek.
1 millió forintot gyűjtöttek a bohémek a szegény sorsú kecskeméti családoknak. December 2-án a kecskeméti Hírös Agórában tartotta a Bohém Ragtime Jazz Band szokásos jótékonysági koncertjét. A befolyt összeget az együtt a kecskeméti családokért közhasznú alapítványnak ajánlották fel. Egy millió forintot gyűjtött a Bohém Ragtime Jazz Band a december 2-ai jótékonysági koncertjén. Az összeg a rendezvény bevételéből, valamint a cégektől és magánszemélyektől származó támogatói felajánlásokból tevődött össze. A Bohémek a védőnök által alapított Együtt a Kecskeméti Családokért Közhasznú Alapítvány, azaz az Elke Csapjavára ajánlotta fel az adományt, ezzel segítőkezet nyújtva a kisgyermekes, szegény sorsú kecskeméti családoknak. Az alapítványt működtető védőnők nap mint nap találkoznak a támogatott családokkal, akiknek szükség szerint segítenek nagy bevásárlással, étellel, ruhával, karácsonyi ajándékkal, de soha nem készpénzzel. Mint azt az alapítvány elnöke Szabóné Kiséva a koncerten elmondta, az idei karácsonyi segítségre már összegyűltek a szükséges adományok, ezért a Bohémek által gyűjtött 1 millió forintból jövőre olyan kulturális programokra, kirándulásokra viszik el a rászoruló családokat, ahová maguk valószínűleg soha nem jutnának el. A jótékonysági koncert a tavalyi évhez hasonlóan egy koncertsorozat első alkalma volt. Összesen 3 koncerten avatják be a jazz kulissza titkaiba a jelenlévőket. Az első alkalommal a jazz leglényegesebb eleme az improvizáció volt a fókuszban. Ezek voltak kedden a hírös hírek, mutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Színezőket, társasjátékokat, csokoládét adományozott a polgármester. A Kecskeméti Médiacentrum és a Városi Szociális Közalapítvány jótékonysági akciója a rászoruló gyermekek karácsonyát teszi szebbé. Együttműködési megállapodást kötöttek a kecskeméti iskolák. A cél a kosárlabda további sikeres működése és népszerűsítése a fiatalok körében. A duális képzés előnyeiről és nehézségeiről tanultak a külföldi diákok, cégek. A nemzetközi konferenciát a Neumann János Egyetem rendezte. Bemutatták Pásztor Andrea a Platánfa álma című mesekönyvét. A Kecskeméti Televízió gondozásában megjelent kötet egy kislány és egy platánfa barátságát mutatja be. Ez volt a híradó, most folytatjuk a hírórát a kiemelővel. Színes lesz a mai műsor, elsőként beszámolunk a Család és Karrier pont legújabb rendezvényéről, aztán bemutatunk egy fiatal kecskeméti filmsztárt, és mai vendégünk Buda Ferenc friss Ratkó díjas költő, akivel a délután folyamán Kriskó János kollégánk beszélgetett. Ha lemaradtak a híreinkről, akkor keressék a hírportálunkat, a címhíres.hu, vagy nézzék meg a híres hírek ismétlését 20 óra 40 perckor, 22 óra 20 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 45 perckor ismételjük meg. Aztán valamennyi műsort, így a híradót a kecskemétitelevízió.hu weboldalon bármikor újra tudnak nézni. Friss híradóval legközelebb holnap este kolléganőm várja önöket, tartsanak velünk akkor is, most köszönöm a figyelmet, további jó tévézést, viszontlátásra! Szerdán derült lesz az ég, csapadék nem várható. Gyenge mérsékelt lesz az északnyugati szél. A napi minimum hőmérséklet -1, míg a maximum 6 fok lesz. Csütörtökön már szürkébb felhős időre számíthatunk, csapadékra továbbra sincs kilátás, a hőmérséklet -4 és 3 fok között alakul. Pénteken borult lesz az ég, esőre viszont csak az esti órákban számíthatunk. Erősebb széllökésekre nincs kilátás. A hőmérséklet 0 és 4 fok között ingadozik majd.